Április végére elkészülhet és május elején már használható lesz az a P plusz R parkoló, melyet Homokbányán alakítanak ki. Aki oda parkolja le járművét, az nem csupán ingyenesen hagyhatja biztonságban az autóját, hanem egy fő ingyen utazhat aznap Kecskemét helyi járatain. Kiképzési repülést tartanak a kecskeméti repülőbázison, melynek célja, hogy a JAS 39 repülőgépvezetői állomány minden tagját eljuttassák a Combat Ready szintre. Az eseményen elhangzott, a pilóták illetményét megemelték. Több száz szenior táncos érkezett szombaton Kecskemétre a Messzi István sportcsarnokba, hogy közösen táncoljanak, együtt éljék át a mozgás örömét. Az országos szenior tánc találkozót a Reddit idősbarát egyesület szervezte meg. Március 9-én a Cifra Palotában megnyílt a 12. kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. A sorozatban ezúttal 137 alkotó munkáit tárták a közönség elé. Jótékonysági szülőpedagógus bált rendeztek szombaton este a Kecskeméti Lánchíd utcai sport általános iskolában. A bevétellel az intézmény mozgó diák alapítványát támogatták a vendégek.